Ismerkedjünk meg röviden a transformáló eszközökkel. Ehhez szükségünk van egy kijelölésre, amit már az előző filmen megcsináltunk, egy téglalap alakú kijelölés a citrom körül, és a transformáló eszközökre sorban a forgatóeszköz, az átméretező eszköz, a nyíróeszköz. Nézzük a nyírás műveletét. A nyírás műveletét két tengely végezhetjük el, a vízszintes és a függőleges tengely mentén. Attól függően, hogy melyik segédvonalhoz, melyik határolóhoz viszem az egeret, attól függően fogok kapni vízszintes, illetve függőleges irányú tengely szerinti nyírást. És most ugye lehet látni, hogy most úgy torzítottam el, hogy mindkét tengely irányában nyírtam, illetve eltoltam a citromot. Most két Ctrl-Z megnyomása után visszaállítottam az eredeti állapotba. Nézzük a perspektívikus hatást. Perspektívánál a 4 pont mentén lehet tulajdonképpen elcsavarni, egy teljesen kiemelni a síkjából a citromot, és egy saját perspektívába áthelyezni. Ismerkedjünk meg röviden a transformáló eszközökkel.